Köves Slómó, a Egységes Magyar-Izraelita Hitközség vezető rabbija ma reggel következő vendége. Tisztelettel köszöntöm, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Tegnap este találtam ezt a hírt, és hát a híradó is hozta, hogy Ronald Lauder úr, a zsidó világkongresszus vezetője, elnézést kért a magyar miniszterelnöktől, mert nem olvasta Orbán Viktornak azt az interjúját, amit korábban, néhány nappal ezelőtt megjelent egy labban, és abban elhatárolódott a Jobbiktól, mert ezt kérte számon tőlemen az első napon. Ez hogy történhet meg, hogy mondjuk nem olvas egy olyan újlátást? Azt hiszem izraeli lap volt. Hát ezen én is csodálkozom egy kicsit, és valahol kicsit sajnálom, hogy egy ilyen elég összeszedetlen módon egy elszalasztott lehetőség volt tulajdonképpen ez a kongresszus. És azt mondom, hogy ez talán oda vezethető vissza, hogy a helyi közösséggel, a helyi közösség minden elemével nem volt eléggé organikus kapcsolata világkongresszus és a magyar zsidó közösség között. Tehát azt gondolom, hogy egy ilyen fontos esemény előtt nem csak a sajtóból kell tájékozódni. Ha már a sajtóban, akkor érdemes azért minél jobban, de amúgy mindenképp érdemes úgy felkészülni, hogy a helyi holokauszt túlélő szervezetekkel, zsidó civil szervezetekkel, kulturális szervezetekkel, akár jogvédő szervezetekkel, és természetesen az összes zsidó felekezettel konzultálni. És azt gondolom, hogy egy ilyen lehetőség, ami most adódott, nem tudom, mikor lesz legközelebb, ezt ki lehetett volna használni. Már arra gondolom, hogy a világkongresszus Budapesten ülésezik. Hát arra, hogy a világkongresszus, vagy hogy egy ilyen súlyúnak tekintett nemzetközi szervezet, zsidó nemzetközi szervezet, és ez bizony ki lehetett volna használni arra, hogy konstruktív javaslatokkal éljenek, mert valóban lenne tennivaló az mindig van, soha nem lehet eleget tenni a gyűlölet és az antiszemitizmus ellen, de lennének konstruktív javaslatok mondjuk az oktatás területén, hogyan lehetne még jobban bevezetni az oktatásba, hiszen az antiszemitizmus az nem csak egy politikai kérdés, hanem alapvetően egy társadalmi kérdés, és ezt nem lehet egyik napra a másikra megoldani, hanem hosszú távú, és elsősorban az oktatás területén, hiszen a tudatlanság az a legnagyobb ellenségünk. A világkongresszuson három esettanulmány készült. Egyrészt a német nemzeti demokrata pártról, a görög aranyhajnalról és a Jobbikról. Tényleg ez a három szervezet Európában, amely az önök meglátása szerint a legveszélyesebb? Én ugye nem beszéltek a zsidó világkongresszus nevében, nem vagyok a szervezetnek a... Nem, de hát ha már itt van, már itt vagyok, hogy a saját személyes véleményet ezt elmondhatom. Nyilvánvalóan ezek, én azt gondolom, hogy mind a három az egy szindróma. Tehát nem a problémának a forrása, hanem a problémának a jele. Ugye a probléma sokkal mélyebb, és nyilvánvalóan a felszínen feltétlenül kezelni kell ezt a problémát is. Tehát az egy lehetetlen dolog, hogy mondjuk egy olyan párt ül a magyar parlamentben, ami nyílt antiszemita, rasszista megjegyzéseket és beszédeket enged meg magának. Azt gondolom, hogy ez nem csak, és elsősorban nem csak a zsidó közösségre, vagy bármilyen kisebbségre veszélyes, hanem a magyar társadalom egészére. Mert ez a fajta gyűlöletkeltés az egész magyar társadalmat viszi egy olyan beteg állapotba, ami azt gondolom, hogy a közös jövőnk szempontjából tragikus. Csak ez azért kétélű dolog, mert ugye azt mondja, hogy megengedhetetlen, hogy ilyen párt ül a magyar parlamentben, és gondolom a Jobbikra gondol. De hát ezt a magyar lakosság egy része szavazata alapján történt meg. Egy demokráciában az emberek ellenek szavazni, arra szavaznak, akire éppen akarnak, nyilván amely pártok megfelelnek annak a követelménynek, hogy elindulhatnak egy választáson. Tehát ha nem lehetne erre a pártra szavazni, akkor ez a demokrácia megcsúfolása lenne. Az más kérdés, amit kértek Orbán Viktor miniszterelnök úrtól, hogy be kellene tiltani ezt a pártot, de hát hogyan? Hát azt gondolom, hogy talán a demokráciának az értelmezésében lehet itt egy másfajta koncepció. Úgyhogy a demokráciának nem csak az a része, hogy mindenki szabadon szavazhat, és mindenki szabadon elmondhatja a véleményét, hanem az is része,